otthonunk múltunkról, jelenünkről, sőt álmainkról is mesél. A vadász otthona, a trófeákat őrző vadászszoba különösképpen. Koncentráltan és élményszerűen jeleníti meg a vadászati kultúrát és etikát. A vadászat az egyik legősi foglalkozásként sokáig biztosította az emberek mindennapi táplálékát és fennmaradását. A népesség számának növekedésével azonban létfenntartó jelentősége megváltozott. Az erdőterületekkel párhuzamosan a vadlétszám is erőteljesen csökkent. A vadászat és a vaddal való gazdálkodás mára tervszerű, komplex tevékenység sorozattá vált. Az ökológiai egyensúly megtartása érdekében a vadász vadtenyésztő szakembernek a vadállomány gondozásával, szaporításával, nevelésével, a vadak óvásával és vadászatával egyaránt foglalkoznia kell. A vadász szokásos ellenőrző körútját végzi, ahová hűtársa, az általa kiképzett vadász kutyája kíséri el. Fő munkaidejét sokszor kora hajnaltól késő estig a vad megfigyelése teszi ki. Mindenről tudnia kell a területén. Nem engedheti, hogy az állatok tönkre tegyék a fiatal cserjéket, vagy a szomszédos földekre tévedve károsítsák a termést. A rácsok, kerítések és magas lesek elkészítése és karbantartása, a takarmány készletezése, a vadvédelem és a vadkár elhárítás mellett a téli időszakban az etetés is az ő feladata. A vadász folyamatosan figyelemmel kíséri a vadállomány alakulását. Odafigyel az állatok egészségi állapotára, a beteg állatok gyógyítására. Fokozottan figyeli a veszett állatok megjelenését, és szükség esetén kiirtja őket. Miközben az erdőt járja, odafigyel a vadszaporulatra, és külön figyelmet fordít az állatok biztonságára. Szükség esetén elejti a sebzett vadakat. Az orvadászok és a felelőtlen környezetszennyezők elleni védelem is igen fontos része a vadállomány gondozásának. A vadász itt van otthon igazán. Az erdőn mezőn járva lassan feloldódnak és elpárolognak belőle a lelkét felzaklató indulatok, amit az útszélen kidobott szeméthalom keltett. Gondolatai a holnapi vadászat körül járnak. Vadászni csak az év meghatározott időtartamában, a vadászati idényben lehet. Vannak azonban külön engedéllyel, hivatalos idényen kívül is lőhető, illetve egész évben vadászható vadfajok. Ilyen a vaddisznó vagy a róka. A hivatásos vadász többnyire egyedül oldja meg feladatait. A vadászatok szervezésénél azonban kapcsolatteremtő készségére és irányítói képességeire is szüksége van a biztonságos vadászat levezetéséhez. A vadászat a hajtás megindításával veszi kezdetét, és mindaddig tart, amíg annak a befejezését nem jelzik. Ez akkor is igaz, ha közben egyetlen puska lövés sem dördül el. A vadász kíséri a vendégeket, gondoskodik arról, hogy minőségi szolgáltatást kapjanak a pénzükért. Sok a külföldi vendég, ezért az idegen nyelvtudás egyre fontosabb követelmény. A vadász kezeli a lőtt vad terítéket, nyúzza, darabolja a vadhúst, elvégzi az apró és nagy vadak feldolgozását, csomagolását és értékesítését. Sokszor még a vadbőr kikészítés és a trófeák preparálása, montírozása is az ő feladata. Mindenre igényt tartanak a szolgáltatást megrendelő sportvadászok és külföldi vendégek, akiknek a hazai vadásztársaságok és az állami területek vadgazdálkodásai biztosítanak vadászati lehetőséget. A vadász vadtenyésztő szakmunkás közepesen nehéz fizikai munkát végez. Főleg a szabadban dolgozik, erdei környezetben, illetve tenyésztő telepeken. Ezért nagyon fontos, hogy jó fizikai kondícióban legyen. Sokat gyalogol és áll. A téli hidegben, a nyári melegben, hóesésben és zivatarban is az erdőt járja, ami kitartást és a szélsőséges időjárási körülményeket jól tűrő szervezetet igényel. Aki hajlamos a megfázásra vagy reumás panaszai vannak, annak nem ajánlott ez a szakma. A vadászt elsődlegesen a természet szeretete jellemzi. Tulajdonképpen ez egy igen magányos munka, hiszen a rábízott területért egyedül ő a felelős. A napi erdőjárást sokszor egyedül végzi. A felelősség tudat és a megfontoltság ezért lényeges követelmény ezen a munkaterületen. A vadlesen, az erdőjárás során a jó szemmérték, az érzékeny szaglás mellett a gyors helyzetfelismerő készség és döntésképesség segíti.
Balesetveszélyt jelenthet a megsebzett vad támadása, illetve a lőfegyverek helytelen kezelése használata. A fegyelmezett magatartás és a jó megfigyelőképesség sok tragédiát megelőzhet. A trófea több, mint győzedelmi jel, hisz nem csak az elejtett vad és az elejtés körülményeinek az emlékét őrzi, de bizonyos értelemben a vadászt is megtestesíti. Kint anyán laktam, kijártam mindig, és hát legelőször erdészként kezdtem. Erdészeti technikumot végeztem, és tetszett a vadászat, tetszett az, hogy többet lehettem kinn magam, többet lehettem kinn az erdőn egy vadásznak, vagy egy erdésznek, két szívinek kell lenni. Egyik az erdő, a másik meg a vad. Szerettem szépen megjárni az erdőt, élvezem a vadat. Én nem ölni szerettem sose. Én annak örültem, ha nevelni tudtam, etetni. Láttam, hogy előttem főnőtt a vad, és hát sajnos meg kell lőni, mert ha úgy hagyjuk a vadat, hogy nem nyúlunk hozzá, a természetben annyira bele van már nyúlva, hogy nem szabad magára hagyni. Szépsége az, hogy kín vagyok, látom a vadnak a növekedését, látom, hogy az erdőnő. Minden évben van, ami kicsit nehezebb. Tavasszal sokat kell menni, látni kell, születik az új korosztály, az új vad, vigyázni kell rá, kijáró, kutya, kijáró ember, mert összeszedik az apró vadat. A nyár ugye azért csak a meleg. Az őszi vadászatok azok nagyon kemények tudnak lenni, sok vendég, sok embernek a kívánságát úgy teljesíteni, hogy lőjön is, jó érezze magát, és most már is kell gondolni, hogy vissza is lőjön. Télen az etetés az sok, a nagy hó, de ha valaki szereti, az is szép. Azoknak tudom ajánlani, akik eltökélik, hogy szívből csinálják. Nem nézni kell az erdőbe, hanem látni. Mert nagyon sok ember néz az erdőbe, és nem lát. Az el kell tudni viselni az esőt, a havat, a sok gyaloglást, mert most már sokkal könnyebben vadászunk, meg vadásznak a fiatal kollégák, mert szinte mindenkinek terepjárója van. De akkor nem lát annyit, de ha én gyalog, elindulok az egyik dombódalon, a másikon visszajövök, akkor megtalálom a rókakotorjukot. Meglátom, hogy itt szokott elfeküdni a vad délelőtt. Délután, télen hideg van, akkor átfekszik a másik oldalra, mert oda süt a nap. Hát, mit mondják mást? A megfelelő ruházat és a lábbeli viselete mellett a vadász vadtenyésztő szakmunkásnak elengedhetetlen munkaeszköze a fegyver és a távcső. Gyakran van szüksége különböző késekre, lőszerekre, altató és bénító lövedékekre. A vadásztáska is sokféle, az erdőjárás és vadgazdálkodás során használt eszközrejt. Ezeken a tárgyakon kívül a vadászati eszközök karbantartása és üzemeltetése során alkalmazott szerszámok is mindennapi használati tárgyak a vadász számára. Ő üzemelteti a szárnyas vad keltető és nevelő berendezéseket, és a természetes környezetben élő vadak etetőjét is. Dolgozik vadbefogó hálóval, élvefogó csapdákkal, és használja a trófea készítés eszközeit. Az apró és nagy vadak mesterséges, illetve vadon tenyésztése egyaránt megkívánja a vadtakarmányok készletezését. Az erről való gondoskodás szintén a vadász feladatkörének része. Az etetéshez használt takarmányok kihelyezéséhez traktorvezetői és motorfűrészkezelő jártasságra is szükség van. A bólogató fejlődő facsemeték, az erdő vadjai mind megannyi személyes ismerősei a vadásznak. Munkája változatos, részben a sokoldalú tenyésztési, ellenőrzési és vadászati idényfeladatok, részben az évszakok változása, illetve a vadászterületek nagy kiterjedése miatt. A vadász vadtenyésztő szakképesítés megbecsült és igen népszerű a pályaválasztó körében. Csak a természetet, az erdőt, az állatokat szerető és értük tenni akaró fiatalok jelentkezzenek erre a szakmára, ahol a 2,5 éves képzés 60%-ában gyakorlati oktatás folyik.